Több mint 8 hónapja jönnek menekültek a megyébe az orosz-ukrán háború miatt. Ez nem csak a két érintett ország tekintetében jár áldozatokkal, az Európai Unió számos tagállamának gazdaságát is negatívan befolyásolja. Magyarországot is jelentősen érinti a konfliktus, amíg év elejéig tartósan 10% alatti volt az infláció, szeptemberben ez már a 20%-ot is meghaladta, amivel 26 éves negatív csúcs dőlt meg. A legnagyobb mértékben az energia és az élelmiszerárak emelkedtek. Gerhes Miklós közgazdász 35 perc című műsorunkban azt mondta, idehaza és globálisan is egyre sürgetőbb, hogy megálljon ez a negatív folyamat. A jegybank legfrissebb adata szerint a magyar gazdaság több mint 20%, közel 21% inflációs rátával bír. Ha hozzátesszük, hogy alapvető élelmiszereknél ez már a KSH szerint is 38-40% körül van, akkor nem valami rózsás a helyzet. Tehát nálunk is már ezzel az átlag 20% fölötti inflációval beléptünk egy olyan szakadba, amire már nagyon oda kell figyelni, és nagyon komoly intézkedéseket kell tenni, hogy ez ne emelkedjen tovább. A kormány célja az, hogy jövőre felére csökkenjen az infláció. A szakértő azt mondja, ezt legegyszerűbben kamatemeléssel lehetne elérni, erre azonban a közelmúltban nem reagált jól a nemzetközi pénzpiac, így a forint tovább gyengült. Arra is számítani kell ugyanakkor, hogy a háború és az abból fakadó infláció hatására jövőre lelassul Magyarország gazdasági növekedése. Ezért minél több beruházásra van szükség, amihez Gerhes Miklós szerint elengedhetetlen az Európai Uniótól származó pénz. Ahhoz, hogy pénzhez jussunk, én úgy gondolom, a jelen helyzetben egy alapvető megoldás van, ezt egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt is más témában elmondtam, az Unióval meg kell egyezni. Irgalmatlan mennyiségű pénz van ott, tehát nincs arra szükség, hogy a pénzpiacon vegyünk fel hiteleket, magasabb kamatra is. Ott van a helyreállítási alap és a többi. Ezeket a pénzeket nem szabad, hogy elveszítsük. És hogyha ez megvan, akkor lesz beruházás, akkor emelkedni fog a foglalkoztatottság, lesz pénz a lakosságnál újra, hogy kölcsön, és talán az exportunkat is fellendíti, tehát a gazdasági növekedés fő elemei valamennyi elem pozitívra fordul. Gerhes Miklós hozzátette, ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások és különösen a vendéglátó szektor ideiglenes bezárások nélkül vészelje át a következő hónapokat, fizetőképes kereslet szükséges. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a béremelkedés meghaladja az infláció mértékét, amire ugyanakkor a közgazdász várakozása szerint a háború végéig kevés esély mutatkozik.